Ön mióta boldog csoda tulajdonos? Most ősszel lesz 2 éve, hogy vásároltunk interneten. Milyen volt az első benyomása róla? Hát megmondom őszintén, az első benyomásom az nem jó volt, ugyanis egy ilyen 15 centis, 20 centis kis piszkafákat, ropikat kaptunk, amitől nagyon megijedtünk, de elültettük azon az őszön, és a következő tavaszra már óriásit fordult a dolog, szépen elkezdett hajtani és növekedni. Akadtak olyan tényezők, ami ön szerint gátolta a növekedését? Hát, mivel ha itt széttetszenek nézni, ez egy teljesen új rész, itt igen nagy autóforgalom volt, teherautóforgalom, tehát folyamatosan kapta a port, a koszt, azon kívül kutyák is előszeretettel látogatták, de igazából úgy érzem, hogy ez nem viselte meg. Most itt mögöttem lehet látni, ez most már 2 éves, igazából 2 éves lesz most ősszel, ekkorát nőtt, ez most már folyamatosan nyírva van. Én úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk vele, folyamatosan a közepét is vágjuk, tehát nem csak a tetejét vágjuk, hanem a közepét is vágjuk, és bedúsult, kellően fogja így a port, mert azért itt látszik, hogy elég poros a környék, még ugye nincs aszfaltos út, fogja a port, ami nagyon lényeges, takar nekünk itt, mivel szélső utca vagyunk, így azt mondhatom összességében, hogy ez nagyon megfelelő számunkra. Adódnak esetleg más különleges körülményei? Hát igazából nem tapasztaltunk semmi más, úgymond különleges dolgot. Nagyon meg vagyunk elégedve, és tetszik nekünk. Nekünk mondhatom, hogy bejött tulajdonképpen, bár féltünk, mert ugye az ember minden, majdnem minden internetes rendeléstől fél. Kijelenthetjük azt, hogy boldog csodasövény tulajdonos? Igen, tulajdonképpen kijelenthetjük, igen, hisz látszik, hogy amit vártunk, az bejött.